Mai első vendégem olyan ember, aki megrendelte mind magának, mind pedig nekem a jelmezt, illetve a kellékeket a következő számhoz. Én például azt az utasítást kaptam, hogy változzam át cserebogárrá. Legyen. Itt, ezen az ajtón bemegyek, cserebogárrá alakulok, egy másodpercen belül azon az ajtón látnak cserebogárként előbukkanni. Ez itt a kitimpáncél rajtam, és repülni még nem tudok, de előbb-utóbb, ha valaki megadná a kezdősebességet, talán arra is képes lennék. Szóval bejelenteném akkor az illetőt, akiről igencsak megoszlik a közvélemény. Az egyik fele zseniális gondolkodónak, a világot átfogó módon szemlélő írónak tartja, mások talán leegyszerűsítve azzal intézik el, ha találkoznak vele, hogy szegény. Én minden esetre, független attól, hogy talán ma ezzel a jelmezzel ő is bohócot csinál belőlem, az első táborba tartozom, igen, sokra tartom következő íróbarátomat, Sebeők Jánost. Ha maga ül a lovon, János, gyorsan szálljon le, mert megbokrosodott. Ő lenne az. Parancsoljon itt helyet foglalni. Hogy néz ki? Mert hogy én cserebogárrá változtam a maga jó voltából. Rendben vannak a kitimpáncéljaim? Maga ki? Angyal. Akkor igen, jól látok, igen, tökéletesen. Tökéletesen, egyértelműen. És maga micsodává alakult? Én az apokalipszis egyik lovasa voltam, nevezetesen Kublai Balalaika. A Hisztériumjáték című írói vízióból, írói regényből pattantunk elő. Ők kik? Ők az angyalok a mennyországból, mert hiszen ennek a regénynek az egyik nagy szférája a mennyország. Ön pedig minden tündök félelmetes fejedelme, Ó Gólem Jó Sturmbann Führer Liz, az óriás cserebogár. Egy tapsot Ó Gólem Jó Sturmbann Führer Liz úrnak! Amint volt szerencsénk hallani, már a bevezetőben mondta, hogy ez az egész tulajdonképpen egy hisztériumjáték része. Most a pár nap múlva elkezdődő könyvnapokra jelent meg Sebeők János Hisztériumjáték című átfogó munkája. Ami nekem, mint könyv, legelsősorban arról híradás, hogy ön tehát még ír. Így van, hát mi kontrakarírozná ezt? Hiszen mint író kezdtem el élni, mint író beszéltem természetvédelemről, filozófiáról, metafizikáról, tehát egyetlen másodpercre sem tettem le a tollat, csak éppen más eszközöket is használtam, ilyen showszerű eszközöket. Tehát én egy homotranszdimenzionális, egy sokcsatornás ember vagyok. Ugye ön az az ember, aki pár évvel ezelőtt párducketrecbe záratta magát az állatkertbe. Aztán egy-két héttel ezelőtt, vagy talán már egy hónapja is van annak, a Terézvárosi napok alkalmából egy köztéren egy mozgó homokórába ült be, és onnan mondta el prédikációját, vagy szentenciáit. Szóval nem gondolja azért azt, hogy ez így, ilyen színpadi kellékekkel földúsítva nem egészen hatékony, vagy hatásos. Tudjuk, így mindenki magában egy kellemes, vagy kellemetlen, bohém, kicsit bugyuta embert lát, és nem tud célhoz jutni, nem tud ahhoz a céljához eljutni, amit kitűz magának. Én ezt nem osztom két okból, egyrészt nagyon sok pozitív visszajelzés van. Másfelől pedig egy mediális korban, amikor a médiumok hatalma, mint tudjuk, nagy, amikor a kommunikáció harsányabbá vált, akkor egy olyan ember, akinek üzenete van, és visszatérek ehhez a több csatornás kommunikációhoz, minden kommunikációs csatornát ki kell, hogy használjon. Tehát számomra valóban kissé csak az írott szó szűk. Lett-e bárminek is értelme, hogy értelme volt, azt ne is vitassuk, hanem haszna. Tehát beült a Párduc ketrecbe, az őserdő kipusztítás ellen imígyen tiltakozandó. És kevésbé pusztulnak azóta az őserdők? Erre a válasz az, hogy én változatlanul művész vagyok. És a művész az nem úgy kíván hatni, mint egy politikus. Tehát a művészi hatás az bizonyos értelemben nem konkrét. Közvetlenül nem fog egyetlen fa sem életben maradni. Viszont talán elindulnak olyan mély tudatalatti vagy tudatfölötti folyamatok, amik közvetve oda vezetnek, hogy esetleg azok, akik majdan 10-20 év múlva döntéshozók lesznek, tehát politikusok, más döntéseket fognak hozni. Hallottam valamit, és ez nekem nagyon tetszik. Azt mondják, hogy írástudó ember volt igen kicsi korában, de igazából véve önt nem az keserített el, ha mondjuk egy írása vagy kisebb-nagyobb műve nem az elképzelésnek megfelelően alakult, hanem gyakorlatilag attól tudott kiborulni, ha a papírt gyűröttnek látta. Hát erre két válasz adható. Az egyik végül is egy egyszerűbb, a másik kissé bonyolultabb. Tehát maradjunk hiszem, az elsőnél, hogy hozzám is eljuthasson. Azt hiszem, hogy minden ember szereti a szakmája tárgyait. Tehát az autóversenyző szereti a benzinnek a szagát, a fémnek, a festéknek a szagát, esetleg a guminak a szagát. Tehát bizonyos értelemben számára a szakma kellékei többek, mint egyszerű tárgyak. Számomra az írói hivatás egyik fontos kelléke, a papír, az több volt, mint egyszerű kellék, egyszerű tárgy, eszköz, hanem egyfajta szakrum, egyfajta szentség, tabula rasa, tiszta lap, és a tiszta lapnak síknak kell lenni. Tehát Euklidészt is azt hiszem, hogy nagyon idegesítette volna, hogyha az egyenesek vagy a mértani szögek, ábrák, azok meggörbülnek, eltorzulnak. Próbálnék szárnyalni magával, de nem tudok, úgyhogy egy gyakorlati példán kéne megmutatni. Itt van mondjuk ez a papír, ugye? Igen, hát ez már gyűrött, ez már nagyon gyűrött. Hát ez magának ez gyűrött? Hát ez teljesen gyűrött. Ez kiborítaná, ha most lenne 10-12 év? Ez már is kiborít, hiszen ez... Adja ide, hát nézze meg. Szóval ezt a papírt a kutya szájából húzták ki, tehát ez csak látszatra egy sík papír, ön még rettenetesen messze van az euklidészi gondolkodásmódtól. Nézzen ide. Ha csak itt, attól lennék. Tehát itt például ez a seb a papíron, itt fáj. Hadd mutassa meg a tévénézőknek, itt hogy magának mi a seb a papíron. Új lenyomatok, akkor itt pedig ez a durva beírás, tehát ön most sokkot okozott nekem, ideg sokkot okozott nekem. Tehát én szerintem ezt tévében nem lehet látni, de az az igazság, hogy szabad szemmel se nagyon. Én erre bátran írnék. Nyilván ennyi a különbség kettőnk között. 20 évbe telik, amíg megérti. Körülbelül. Számomra minden erőszak, minden pusztítás fájdalom. És a pusztítás az sokkal korábban kezdődik. Tehát a pusztítás nem ott kezdődik számomra, amikor jön egy huligán és bam, beveri az ablaküveget. Számomra már, amikor valaki egy lepkét megfog, és a hímporban ott marad az ujjának a lenyomata, ez pusztítás, mert a hímpor az nem tud újjászületni. Tehát a világ elpusztításának a jelei sokkal több helyen mutatkoznak meg számomra. A rejtett erőszak, a rejtett agresszió jelei, mint egy kevésbé túlérzékeny ember számára. Ez túlérzékenység valóban. Tehát... Esküszöm, nem akarok viccet csinálni mindabból, amit mond, komolyan mondom, de mennyire viseli ez meg magát? Ezek már nem viselnek meg, de ezek a fájdalmak, ezek az érzékenységek képezik a lélektani fundamentumát annak, hogy a valóban nagy pusztításokat tragédiaként tudtam megélni. Mondja meg nekem, legyen kedves, hogy milyen ember maga? Egyáltalán mondjuk milyen iskolát végez az, aki ilyen tényleg zseniális gondolkodó? Hát én kényszerből leérettségiztem. kényszer hatására, anyai kényszer hatására, hadd mondjam el. Miért nem akart leérettségizni? Nem tartottam különösebb értelmét, ha jól tudom, egyébként Nádas sem érettségizett le, és elég nagy író. Ami az egyetemeket, iskolákat érinti, szerintem az iskolák úgy működnek, mint a húsvéti tojás. Na most mit értek ez alatt? A tojás és a fej közt van bizonyos hasonlatosság. A kis tojásokba beledöfnek egy injekciós tűt, és kiszívják az agyat. De szépen kifestik pirosra. Ez zajlik az iskolákban. Na most én nem akartam, hogy kiszívják az agyamat, nem akartam, hogy szépen kifessenek se pirosra, se más színre. Következésképpen itt ülök most. Tehát maga ebből egyértelműen következik, semmiféle egyetemet nem végzett. Nem, nem is kívántam. Volt mód, de nem kívántam. És például hogyan áll az élet praktikus dolgaihoz? Például jár ön vásárolni? El nem tudom képzelni mondjuk az éjjel-nappali ABC-ben magát. Hát kérdezze meg Marika nénit a 13. kerületi nagy ABC-ben. Én vagyok a 13. kerületi nagy ABC sztárja. A legfrissebb tojást adják nekem, a legfrissebb fölvágottat, azonnal kiszúrom a másnapos fölvágottat, tehát szenvedélyesen szeretek bevásárolni. Főzni nem szeretek, de bevásárolni azt igen. És itt kibújik belőlem a vadállat, mert hát ugye ez egy ősemberi magatartásforma, mert az ember hazahozza a dolgokat, és aztán viszont elvárja, hogy azok szépen megfőjenek, elkészüljenek, asszony elkészítse. És közben nem gondol arra, hogy például megveszi a felvágottat, és az is pusztítás eredménye? A marhát, meg az összes többit nem sajnálja? Hova lesz olyankor a mérhetetlen érzékenysége? Ez egy paradoxon. Ez egy nagyon mély paradoxon. Tudtam, milyen is kitapítom a lényegét, abban a pillanatban azt mondja, hogy paradoxon. Sőt, én még visszamennék a papírra, az is egy paradoxon, hiszen a papír az ugye fából készül. Tehát a papír az annak a gyilkosságnak az eredménye, ami ellenén küzdök. Ez valóban paradoxon, és itt nagyon nehéz mit tenni. Azt olvasom egy interjúban, amit önnel készítettek, hogy önt az élet dolgai, tehát a hétköznapi élet dolgai abszolút nem érintik meg. Tehát az élet hétköznapisága ön számára nagyrészt közömbös. Nem érdekel különösebben az, hogy milyen ruhában járok. A napi életnek a valósága, a napi magánéletnek a valósága számomra nem igazán fontos. Tehát nem érdekes például, hogy mindig ilyenfajta szerelésben van? Ez most itt érdekes, mert most itt ez egy publikus jelenés. De hogyha elmegyek egy meditációs napozásra, akkor még mindig a 15-20 éves göncöket. Hova? Egy pillanat. Meditációs napozásra. Magára nap is úgy hat, hogy tud alatta meditálni? Igen, igen, mert akkor fölforr az agyam, és az egy csodálatos érzés. Na most ilyenkor, amikor ilyeneket mond, ezzel ön pontosan tudja, hiszen annyira realista, meg mint megtudtuk, hiperrealista, az emberek többsége erre egyértelműen reagál, és az nem biztos, hogy a maga számára kedvező az a reagálási mód. Ugye körülbelül tudja, hogy mire gondolok. Ezt ön nem veszi zokon? Én nem leszek ennyire finom, tehát amikor hülyének néznek, akkor az első kérdésem és az első mély filozófiai problémám az, hogy J-vel vagy Y-nal. Ha ezen túljutottam, akkor már tulajdonképpen számomra rendeződött a világ, mert ez egy ilyen élethivatás természetszerű járuléka. Nem jelenti azt, hogy ha valóban esetleg erőszakos, megvető gesztusok érnek, akkor az nem fáj. Beszéljünk akkor, engem még mindig a praktikum érdekel, például olyan dologról, hogy hogy áll ön a szerelemmel? Az én életem olyan, mint egy piramis. Tehát tudja, hogyan épülnek föl a piramisok? Hát ezt még tudom. A piramisok úgy épülnek föl, hogy a kövek közé nehezen fér be bármi is, még egy kést is nehéz olykor két ilyen kő közé betenni. Az én életem ilyen értelemben egy piramis, hermetikusan záródó kövek, belső világok és tervek, elhivatottságoknak a piramisa, és sajnos ebbe a piramisban nem nagyon fér bele a nő, de én nekem koragyermekkorom óta van egy bizonyos... Kifejezetten ez egy nemnek szól? Tehát a női nem nagyon az, férbe? Amit férfinő kapcsolatnak neveznek. Én nagyon szeretem a női nemet, és számomra a nőknek a jelenléte, édesanyámnak a jelenléte nagyon sokat ad. De a férfi-nő kapcsolat ebbe a remetei szerzetesi gondolatvilágban nehezen fér bele. Ez azt jelenti, hogy ön például nem is volt soha szerelmes? Nem. Amit még beszélnek magával kapcsolatban, hogy készül visszavonulni édesanyjával együtt remetei életre, bezárkózik, vagy bezárkóznak, és évekig nem fognak kommunikálni a világgal. Ezt mit célból teszik? Hát így a többes számot azt mindenek előtt kijavítanám. Nekem a szándékom ez, édesanyám az minden bizonnyal továbbra is fog kommunikálni a világgal. Viszont azt a nagy enciklopédiát, amit az ezredfordulóra meg szeretnék csinálni, csak teljes erőbevetéssel lehet megírni, tehát nem lehet szétaprózni az energiákat. Jó, hát addig is olvassuk a hisztériumjátékot, amiből ön most tulajdonképpen egy dramatizált részletet is előad, legalábbis így vagyok értesítve. Én azért vagyok tulajdonképpen cserebogár, de még ez kiegészül, mivel rendelkezzen velem, meg mindannyiunkkal. Tehát mindenek előtt képbe kell lenni, tisztelt uraim és hölgyeim. Itt, mint megtudtuk, Ó Gólem Jó Sturmbann Führer Liz ül előttünk. Ez egy negatív hős, ugye? A hangsúlyából nincsenek ebben a regényen pozitív hősök, tehát ezért hiperrealista. Ön is negatív? Én nem szerepelek a regényben. Na de most fog, hát én sem szerepelek, nem, csak nem rólam mintázta, már ne vicceljen. Én Hauf szertartásmestert és hivatalos bárdot fogom megszemélyesíteni. Tehát itt ennek a bizonyos Ó Gólem Jó Sturmbann Führer Liznek a személyi kultusza zajlik. Ön örülhet, mert még hatalma fénypontján van, és itt fog elhangzani egy dal. Ezt még tegyem föl. Azonnal, persze, haladéktalanul. Egy baj van, hogy nem látok történetesen. Nem baj, a politikusok úgyis vakok, tehát egészen életmű ez a dolog. Na most ez mi? Hát azt először kézbe kellene venni, nem? Adja ide, legyen olyan kedves, mert nem tudok már hajolni. Sturmbann Führer Liz úr, parancsoljon. Ez kézbe, ez egyébként egy WC lámpa. Nálunk a WC-ben van ilyen, de itt mit jelképez? Látszik, hogy még kell járni a fantázia órákra. Ez Aladdin csodalámpása, hölgyeim és uraim. Hát nem bekapcsolom világít? Hát persze. Mehr Licht! Legyen világosság. Ezt maga fogja, vagy én? Ez az igazság pallosa. Most még ön optimista lehet, mert az ön kezében van az igazság pallosa. A regény végére már ezzel a pallossal nem folytatom. Csapjon a húrok közé. Akkor kezdődik most a himnusz, a hatalmi himnusz, mely egyetlen másodpercre sem felejtsék el. Ó Gólem Jó Sturmbann Führer Liz úr dicsőségére szól. Lefordítom önöknek, most jön az a rész, amikor hülyét csinál végképp belőle. Akkor tehát kezdődjék, hölgyeim és uraim, a Pánsíp et Circensész. Ó Gólem jó, hatalmad mély jó, tündérérzés, amint beszélsz. Ó Gólem, ó Gólem, csak addig élünk, ameddig élsz. Alvasztat mészként, csordult a hangod, amikor te lettél a Führer Liz. Ó Gólem, ó Gólem, uralmad együtt a tűz s a víz. Nagyszerű volt, de tudja, mi volt a legjobb? Mi volt ez egyszer csak, hogy... Ez Simon Dolin volt. Simon Dolin? Igen. Ha nem megy az írás, már úgy értem, hogy így. Beveszük ide a zenekarba. Gyuszi, nem kéne egy ilyen Simon Dolinos? Sebeők János, köszönöm szépen.